Szabadi Attila operatőr Karaján nevében nagy tisztelettel köszöntjük a foci rajongókat innen Gödöllőről, a Táncsics Mihály Üti Szűcstelő Sportcentrumból, ahol hamarosan Pest megyei első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés következik a Gödöllői Sportklub és a Vecsési Futballklub csapatai között. Ezt a mérkőzést április 3-án kellett volna játszani a 22. fordulóból, de a koronavírus járvány miatti pozitív tesztek miatt el kellett halasztani, így hát most pótolják május 5-én, mint mondtam, a Szűcs Lajos nevét viselő Gödöllői Sportcentrumban. A két csapat legutóbb március 24-én találkozott egymással Vecsésen, egy gólban gazdag mérkőzést játszottak, akkor 4-3 arányban nyert a hazai csapat úgy, hogy a Gödöllő 2-0-ra is vezetett. És akkor érkeznek a mai mérkőzés főszereplői. A játékvezetője a találkozónak Tóth Szabolcs, az első számú asszisztense Bíró Zsolt, a második pedig Weil Levente. Amíg a csapatok köszöntik egymást, elmondom az összeállításokat. Kezdjük a vendégvecséssel. A kapuban Komora László, Bogáti Péter, Rása Gergő, Tóth Tamás, Moyzer György, Nádasi Kornél, Kónya Zsolt, Dévai Csaba, Hollauer Balázs, Patkó György és Sándor Norbert lép pályára. A csapat vezetőedzője Vince Gábor, aki éppen 25 esztendeje volt bajnok a Fradival és egyszeres válogatott is. A hazai csapat, a fehérmezben játszó hazai csapat összeállítása, Hesz György a kapuban. Hevesi Milán, Nagy Barnabás, Milkó Dániel, Dolhai Gergő, Kozirovszki Rihárd, Richter Tamás, Mudrok Mender, Tóth Ilko Áron, Vonnák Rihárd és Rezdek Nodát lépnek kezdőként pályára. Őket küldte csatába a mai mérkőzésen Hevesi Tamás vezetőedző. Úgy látom, hogy a választás után térfelet cseréltek a csapatok, és a fogadalom megtétele után talán kezdődhet is a mérkőzés. Annyit el kell még mondani, hogy a Vecsés 58 ponttal vezeti a Pest megyei első osztályú labdarúgó bajnokság tabelláját. Előnye jelen pillanatban 3 pont a második helyezett Dunaharasztival szemben, és ugye már nem sok mérkőzés van hátra, tehát ilyen szempontból a Vecsés számára akár ez sorsdöntő is lehet, hogyha bajnoki címet szereznének nyerni. A Gödöllő ezzel szemben ugye az 5. helyen áll. És hazai mérlege a gödöllői csapatnak 7 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereség. Tehát 23 pontot szereztek ezen a pályán a gödöllőiek. A házi gólkirályi címet Kozirovszki Rihárd 9-esben játszik, majd birtokolja 20 góllal, ebből tavasszal 15 esetben volt eredményes. A Gödöllő legutóbb a Nagykáta ellen izgalmas és érdekes mérkőzésen hazai pályán nyert 2-1 arányban, úgyhogy az első fél időben még a Nagykáta vezetett. A Vecsésnél a mérleg, az idegenbeli mérleg 8 győzelem és 2 vereség, tehát 24 pontot szereztek, ráadásul utóbbi 9 mérkőzésüket megnyerték, legutóbb Dunakeszi ellen nyertek 2-0 arányban. Itt a házi gólkirály most cserepadon kapott helyet, Tárkányi Gergő 17 góllal, és akkor nézzük a játékot. A Gödöllőnél labda, hátul Nagy Barnabás teszi Hevesi Milánhoz. Hevesi letámad, úgy néz ki a Vecsés, Nagy Barnabásnak akadhat gondja, hogy kihozza. Hevesi, Milkó próbál segíteni, vonnák is oda megy, visszahúzták Milkót, de előny szabályt enged. Alkalmazott a játékvezető, közben elkezdett esni az eső, ami igazából nem könnyíti meg se a csapatok, se pedig a stáb helyzetét, és hát be is kellett kapcsolni a világítást. Tehát villanyfényes mérkőzés lesz innentől kezdve. Második percben járunk, és a Vecsésnél labda, Tóth Tamás tette hátra. Próbálkozik a Vecsés, vonnák azonban. Sikerült tisztázni Kozirovszki.
üggyel bajjal, talán meg tudja szerezni, még mindig nála van a labda, a Hevesi Milánnak teszi hátra, a Hevesi Hudrok felé, de magas volt, elszállt a gödöllői támadó feje felett, így a vecsés jöhet bedobással, méghozzá úgy látom, hogy talán Dévai Csaba lesz az, aki elvégzi a bedobást, igen, most kapja meg a labdát, próbálják lezárni a lehetőséget, a területet, a gödöllőiek. Feltámadt a szél, ez sem könnyíti egyik csapat dolgát sem igazából. Kiugratással próbálkozik a gödöllő, Hollauer felé ment a labda, meg is szerítette, hátra tette Rásának, Rása a bal oldalon, és Reznek szabályosan megszerezte a labdát, és kis kakaskodás van, kiment, vecsési bedobás. Tóth Tamás. Középen Patkó felé ment a labda, most Hollauernél van a bal oldalon ismét, vele szemben Richter védekezik. A két 11-es egymással néz farkas szemet. Bedobás lett a vége, méghozzá Vecsési. Annyiban egy picit javult a helyzet, hogy most már nem esik az eső, és mint a szél is alább hagyott volna, lekiabáljuk el. Bedobás nincs les, ezt használta ki a vecsés. Vissza Bogáti felé a labda, Bogáti forog vele, és Hess maga biztosan nem túl erős lövést ártalmatlanította. Hosszú kirúgás Kazi Oroszki felé, de túl hosszú, így Komora László könnyedén megszerzi és hozhatja már is játékba a vecsési bal oldalt. Rása keresztbe teszi Kónyának. Kónya szintén kiugratási lehetőséget próbálkozik, de nem volt pontos a labda. Hevesi Nagy Barnabáshoz. Richter Dolhai forgolódott vele, most már a vecsésé. Nem ítélte szabálytalannak Nagy Barnabás megmozdulását a játékvezető, vonnák a bal oldalon. Tudok minden próbát egyszerűen megcsinálni, de Dévai Csaba sikeresen kipasszolta az oldalon a labdát. Gödöllői bedobás, vonnák kezében a labda, keresi csapattársát, végül is előre dobja Mudrok felé, rövid volt, elfejelték, de Tóth Ilko túlságosan hosszan Richternek esélyesen volt, hogy pályán tartsa a labdát, úgyhogy dobhat a vecsés. Ötödik perc vége, járunk Richter szerzett labdát, szabályosan Reznek próbálkozik a jobb oldalon meghúzni. Rása lépett közbe, akadályozta meg, hogy ebből komolyabb támadás legyen, nem is lett, kirúgással jöhet. Azaz, hogy nem. Ha jól látom, akkor bedobás, igen, oldalt ment ki, vagy szöglet lesz. Tartja ezenek az intéséből egyébként nem ezt lehetett látni, mintha bemutatott volna. Tehát szöglet, megvan az első szöglet. Ez a gödöllőiek edzik. És a hatodik perc közepén. Mudrok laposan, Tóth Ilkót kereste, de nem volt esélye a gödöllő játékosnak megszerezni. Hollauer kipasszolja, ez most már egyértelmű, hogy akkor bedobás, és most a gödöllői a vára Richter megy a labdáért. Dolhai vissza Richternek, kin volt a labda, jöhet a vecsés. Hosszan Moiser felé ment a labda, és most megy ki újra, kicsit előrébb, ismét jöhet a vecsés, és ismét bedobással a piros mezesek. Hosszan előre, ez könnyedén fejelt el Nagy Barnabás, de csak bedobás lett ismét belőle.
Milko forgolódik. Megtartotta a labdát, de nem tudta kiugratni Kozirovszkit. Nem volt pontos az átadás. Kónya. Bal oldalra teszi. Tóth Tamás. Középre Bog. Patkó felé tette. Most Kónyánál van ismét. Kozirovszki letámadja. Nem tudta megszerezni. Bogáti ki a bal oldalra, ott elcsúszik, ha jól láttam, ez Hollower lett volna, nem, bocsánat, tévedtem. Vecsi is újra szervezheti a támadást, egy kiugratási kísérlet, Patkó György felé, Patkó középre, ki van előnyösebb helyzetben a gödöllői kapushoz, György, hogy ez a veszély is elhárult a gödöllői kapu elől. Vonnák. Onnák kérik, vigye, lepasszolta volna Mudroknak, de Mudrok nem fogja elérni. Úgy tudta csak bent tartani, hogy a vecsésiek könnyedén megszerezték, és most támadhat a piros mezes csapat. Moiser teszi középre. Patkó vissza Moiser felé, Hevesi Milán sajnos nem tudta, de Moiser megtolja jobbra, és kint volt a labda, tehát nincs tovább. Szép lett volna, de túlságosan hosszan tolta meg a labdát Moiser, elfektetve a gödöllői kapust. Helyzetnek mindenképpen feljegyezhetjük ezt. A 9. perc elején történt. Veszélybe került a gödöllői kapu, Tóth Ilko. Jöhet a gödöllő. Dolhai Vonnáknak. Vonnák vissza Hevesinek. Nagy Barnabás. Reznek, visszapasszolja Nagy Barnabásnak. Ez a viszont pontatlan, Tóth Tamás lefüleli. Reznek megszerezheti. Patkó próbálkozott azzal eladni a játékvezetőnek, hogy szabálytalankodtak vele szemben. A játékvezető Tóth Szabolcs ezt nem ítélte szabálytalannak. Kozirovszki visz nála labda most. Dolhai középre kiugratná, de kit? Ott nem indult senki, úgyhogy Komora László nyugodtan Sándor Norberthez tette, és Sándor Norbert most pedig már Bogáti Péternél a játékszer. Bogáti is keresi a társat, hosszabb kiugratási lehetőség. Nádasi elég gyors volt, középre teszi, itt Patkó. Lemaradt róla, úgyhogy kint van most a jobb oldalon. A támadás újra középre. Gödöllői védelem nagyon hátra szorult. De Hevesi Milán ki tudja fejelni. Dolhai, Tóth Ilko. És most egy kiugratás, hát nem tudom, nagyon-nagyon hátrányos helyzetből indul Kozirovszki. Úgyhogy Nádasi sokkal előnyösebb pozícióból hazapasszolja Komorának. Építhet egy újabb támadást a vecsési csapat. Kónya, most már Sándor tovább, Tóth Ilko megszerzi viszont. Reznek, nem mertek kilépni, valószínűleg Mudrok élezte. Milkónak hosszú volt, Mudrok érezte, hogy lesen áll, tehát valószínűleg les lett volna, hogyha játékba avatkozik, nem avatkozott. A Dolhai megmozdulását Moiserrel szemben szabálytalannak ítélt. Szabolcs játékvezető nem onnan kell elvégezni. Most Rása elvégzi a pontos helyről, hátrapasszolja. Kónya hosszan kiugratná csapattársát, a szél megkockázta őket. A magasból öt labdát kicsit az ívét módosította. Mudrok visszafele mozgott, Dolhai adta volna, nem értették meg egymást a gödöllőiek. Ennek az lett a következménye, hogy Komora könnyen megszerezte, és a vecsésiek jöhetnek. Valamivel többet támadnak, többet kezdeményeznek a piros mezesek, ez tisztán látszik. Valószínű, hogy 3 pontért érkeztek ide, jó sorozatokat nem szeretnék megszakítani, és hát ugye az aranyérem, a bajnoki aranyérem is tétje ennek a mérkőzésnek is, mert mint mondtam, nem sok van már hátra ebből a bajnokságból. A Gödöllőnek ezen kívül 3 mérkőzése lesz. Úgyhogy a végelszámolásnál járunk. Ez viszont, ha kimegy,
Igen, ebből szöglet lesz, most mutatja a parti, az ő végülis vecsési lábról hagyta el az alapvonalon a játékteret a labda, tehát gödöllői szöglet, még pedig a második gödöllői szögletet rúghatja. Kimegy rúgni, úgy látom, Dolhai. Hát sajnos az időjárás nem lett jobb, a szél fúj, néha szemetel az eső, kicsit őszélyessé vált. Egy órája még 7 ágra sütött a nap itt a Táncsics Mihályi Sportcentrumban. Dolhai felemeli a karját, ez valamit jelenthet a belsőknek. Tóth Ilko eltaszította a védőt, szabálytalan volt a megmozdulása, így hát szabadrugással következik a vecsés, és tartunk a 13. percben a találkozón. Moyser egyetlen helyzetecskéjén kívül igazából kapura egyik csapat sem volt még veszélyes. Döntően a mezőnyben zajlik a játék. Bogáti íveli előre, Hollauer támadta le Richter, de nem sikerült. Most viszont Milkonnak kell bajlódni, de besegít Tóth Ilko. Mudrok átveszi, és egy falt. Dévai, de nem fújt a játékvezető, pedig egyértelmű volt, hogy Dévai Csaba feltartotta Mudrok Mendelt. Itt a nézőtéren is számon kérték a játékvezetőt, ettől függetlenül megy tovább a játék. Tóth Ilko is most sajnos elpasszolta magát, tehát Dévai megindulhat a jobb oldalon. Hollauer kiugratja Rását, Rása középre teszi, ott érkezik. Győr hatalmasat véd Moyser. Közelről, tulajdonképpen senkitől nem zavartatva lőhetett kapura, de Hess György bravúrja kellett, megvan az első vecsési szöglet. És ehhez 13,5 percet kellett várnunk. Ismét egy lehetősége volt a vecsésnek, úgyhogy veszélyesebb egyelőre kapura a pirosmezes vendégcsapat. Bogáti Péter lesz az, aki vélhetően a kapu elé éveli majd a labdát. Lehet látni a szöglet zászlón is, hogy a szél nem csitult. Bogáti Hess rájut is saját játékosára. Kifele szabadrugás valószínű, vagy pedig ha kim volt a labda, akkor kirugás. Igen, szabadrugást ítélt onnan lesz, tehát nem kirugás lesz, hanem Dolhaival szemben szabálytalankotnak ítélte meg a játékvezető a vecsési játékos megmozdulását, tehát szabad rugással jöhet Hess György, aki egy perce hatalmas bravúrral védte Moyser lövését. Na, egy hosszan előre vágott labda, Mudrok és Kozirovszky sincs olyan pozícióban, hogy megszerezze, de a vecsési védők igen. Rása kiteszi, Dévai Csaba. Dévai hosszan előre, Patkó György ugrik ki, de hát Hevesi Milán gyorsabb. Tisztán látszik, Hevesi próbálkozik. Bedobás, viszont a vecsés dobhat, azt elérték. Hollauer 16-oson belül beemeli kapu elé, ott Richter maga biztosan veszi maga elé. Hevesi egy csel, úgy de hidegvérű megoldás volt, pedig 5-ösön belül történt mindez, tehát egy labdavesztés ott azért egyelő lehetett volna egy góllal valószínű, de megúszta a gödöllő ezt is. Sándor tette ki balra, visszakapja. Rása hátra. Kónyához. Kónya körülnéz. Középen ott senki. Hess Györgyön kívül, a gödöllői kapuson kívül senki. Sikertelen próbálkozás vecsési részről. Megint a gödöllői védelem passzolgat hátul, aztán megunja Hess hosszan előre, rúgja nagyon hosszan. Tulajdonképpen kollégájához, Komora Lászlóhoz került egyből a játékszer. Kónya. Rása. Visszalépett érte Patkó. Kónya, Rása, szépen elpasszogatnak hátul, bevonják Sándort is ebbe. Aztán még tovább a bal oldalra. Szél fúj, a levegő lehűlt, úgyhogy cseppen sincs ideális időjárás. De hát mit lehet tenni,
ez egy szabadtéri sport, le kell játszani a mérkőzést ilyen körülmények között is. Bogáti tette ki, Moiser megy érte, de Nagy Barnabás kedvezőbb helyzetben is, úgy látom, hogy rápecintette Moiser lábára, itt a Gödöllő jöhet bedobással a 17. perc vége felé. Ezt meg is fogják tenni, ha lesz labda. Labda van. Richter dobhat. Tovább peckölte Reznek felé, játékostárs Dolhai. Itt Vonnák próbálkozott, de hosszan kapta a labdát, nem tudta átvenni, úgy meghiúsult a gödöllői támadás. Építheti viszont saját támadását újra a piros mezes vecsési csapat. Tóth Tamás tette hátra, Sándor forgolódik ott. Senki nem zavarja, megteheti. Igaz, hogy nem sokat jön előre a labda. Most Patkó visszapasszolja Bogátinak, Bogáti keresztbe teszi, Kónya mellel, látványosan, aztán hátra Komorához. Sándor. Labdaszerzés Gödöllői részről, Dolhai. Fölpattan, el is veszítette abban a pillanatban, vecsés jöhet, Dolhai picit szabálytalan volt Moiserrel szemben, Moiser forgolódik, keresi a lehetőséget, nem jó a passza, Dolhai viszont rása megint megszerzi a gödöllőiek elől, Kozi Uroszki próbálja letámadni Kónyát, Kónya azonban hazapasszolja Komorához, Sándor. Szabadrugást most ítéli be, meg miután elvesztette Hollóra a labdát, úgy ítélte meg Tóth Szabolcs, hogy nem alkalmaz tovább előnyszabályt, hiszen ezzel gyakorlatilag nem került előnybe a vecsés, visszafújta Bogáti. Emeli ki a bal oldalra, ott Moiser mellel, Patkó felé tette, de onnan tudtak tisztázni a gödöllőiek. Sándor. Gyakorlatilag három vecsési játékos leszámítva meg a kapust, mindenki a gödöllői térfélen van. Tóth Tamás középre, Bogáti ballal, de hát a szél visszafújja. Patkó megpróbálta megszerezni, kifele szabadrugás. Úgy látom, hogy le sem volt partjelző intése alapján a vecsési támadó. Vonnák visszateszi hátra Hevesi Milánnak. Kicsit meddő a gödöllő, talán többet kezdeményez a vecsés, egyelőre azonban gól, 20 perc elteltével, szűk 20 perc elteltével nincs a mérkőzésen. Tóth Ilko Richter felé, Richter lekezeli, Mudrokhoz teszi, Mudrok lőne, de közbelépnek. Dolhai, egy csel, Dolhai a bal lába felé cselez, ezt észrevették. Nádasi próbálkozik, de aztán Reznek nem tudja megszerezni, elcsúszik. Moiser teszi hátra, ott beleért Milko, de nem megy ki a labda. Hollauer, Tóth Tamás, Rása, szépen szervezi, Dévai Csaba, itt a jobb oldalon. Vissza Rásának. Rása kiugratja Moisert, nem volt les. Bent rövid sarokra, nem tudja elérni Patkóhez. György viszont könnyedén magához veszi a játékszert, és már is dobja Vonnák felé. Vonnákra nem figyel senki. Vonnák vissza Dolhainak, Dolhai Kozioroszkinak. Visszatadni kényszerítőben, most befújja hátulról. Szabálytalanul támadták Kozioroszkit, ezért jár a gödöllőnek szabadrugás, amit Dolhai fog elvégezni Vonnáknak. Vonnák vissza Dolhainak. Dolhai. Bogáti támadta, Rása viszont Kozioroszki nyomába ered, Kozioroszkit fellökik, szabadrugás. Innen a bal oldalról, a gödöllő javára. Mudrok Mendel már érkezik, és Dolhai is. Általában ketten oldják meg. Ugye Mudrok jobblábas, Dolhai ballábas. Majd kiderül, melyik fogja
beívelni. Minden esetre a 16-os előterében nagy a tömörülés. Mindenki próbál minél jobb pozíciót szerezni magának. A gödöllőiek nyilván a kapu felé, a vecsésiek pedig a védekezés szempontjából. Elég lassan, körülményesen végzi el a gödöllő a szabadrugást. Valamit súg Mudorok Dolhainak. Nagyon összesen ballal egyszerűbb lesz ez be. Így van, Dolhai fogja beívelni a kapu elé, mély. Komora viszont belepeckül, így szöglet lesz, méghozzá a harmadik gödöllői szöglet. Megtréfálhatta a szél a vecsési kapust, egyik védő, 14-es Nádasi, ha jól látom, lemarad. Nem tudom, hogy kell-e segítség a kispadról egyelőre. Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. De igen, fejét fogja, hogy a tarkóját legalábbis valaki hozzáérhetett, hogy lekönyökölhette felugrás közben. De akár még saját kapusa is lehetett, ezt innen pontosan nem lehetett megítélni. No, jöhet Dolhai újabb szöglete, miközben itt lassan orkán erejű szél van, és még hozzá egy kis szemerkélő eső, úgyhogy az időjárás mindenre jó, csak mondjuk szabadtéri sporteseményre nem annyira. Ráadásul most a szél gyakorlatilag a gödöllőieket támogatja. Átteszik a túloldalra, Treznek megszerzi, visszateszi Monnákhoz. Beközépre tovább csúsztatják a labdát. Milko próbálkozott megszerzni, nem tudta, Hevesi. Bogáti lekapcsolta, Reznek. És nem bántották, tehát tisztán szereltek a vecsési védők, mégis középre kerül a labda, és tisztáznia kellett. És közel rosszul tette meg, Reznek próbálkozik, még mindig nála a labda, középre, Milko, Tóth Ilko a jobb oldalon, Tóth Ilko emeli középre, ezt is a vecsési védelem fejjel, még egyszer fejjel, és aztán a végén Rása oldja meg a helyzetet. Patkó harcol érte. Moizert vonnák támadja, és szabályosan, úgy néz ki, ez se volt szabálytalan, Bogáti megmozdulása, hiába került a földre Mudrok, Hevesi, Dolhai, hát most fölpörögtek az események, abban a pillanatban Gödöllő kimozdult, és többet támad, most jelen pillanatban utolsó egy-két percben a vecsési térfélen van a játékszer, Milko hátra Hevesinek. Tóth Ilko. Dobhat a vecsés. Gödöllőiek lábról ment ki a labda, úgyhogy bedobással jöhet a vecsés. Hollauer van legközelebb, de nem ő fogja kapni nagy valószínűséggel, most hátrébb megy, hosszan Moizer felé. Moizer mögött Nagy Barnabás, kedvező helyzetben meg is szerzi a labdát, Hevesi Milán pedig fordulhat vele. Hevesi, Tóth Ilko középen, ő is megfordul, Mudrok a bal oldalon, Vonnák elindul melletted. Visszafele cselez Mudrok, Tóth Ilko. Hevesi, Milko. Tóth Ilko, Ilko, Hevesi. Itt háromszög elnek. Ez nem veszélytelen a vecsési kapura egyáltalán. Vecsés hagyja is ezt egyelőre. Tóth Ilko passzába belelép Moizer. Szemfülesen Tóth Ilko nem tudja szerelni. Úgyhogy helyzet alakul ki. A második hullámba Hollau érkezik, viszont hosszú neki a labda. Úgyhogy gödöllői bedobás. Richter fogja bedobni nagy valószínűséggel. Eltelt 26 perc. Gól nincs, két nagyobb helyzete volt a vecsésnek, Gödöllőnek még nem, de az utóbbi percekben kimozdult Sindisznó állásából a Gödöllő, így hát érdekesebb, mozgalmasabb lett a mérkőzés. Milko, Tol Hevesi, Hevesi keresztbe, Vonák felé pattan, megcsúszik, Dévai, viszont nagyon rossz a passz, senkinek
nem jó, céltalan, ott Gödöllői játékos a közelében nem tartózkodott, hogy megszerezze. Rása, Patkó felé, Patkó és Nagy Barnabás. És megadja? Igen, megadja. Nem volt szabályta, a Nagy Barnabást megerőzte, testi fölényét is kihasználta Patkó, és aztán a kimozduló Hess fölött a kapuba emelte a labdát, úgyhogy a 27. percben megszerzi a vezetést a Vecsés. Szerencsés gól volt, de ez is gól. Valószínűleg nem értették meg egymást igazából Nagy Barnabás és Hess György, és ebből ugye Patkó húzta a hasznot, aki egy elegáns mozdulattal átemelte a labdát a Gödöllői háról fölött, és a bőrgó jó, a Gödöllői kapu van kötött ki, úgyhogy vezet a Vecsés. Reznek. Hátra Tóth Ilkónak, Tóth Ilkó, Richter felé, Richter belepött szintreznek, fut, de hát ez hosszú, lophat a pirosmezes csapat. Átléptünk a 29. percben, Richter, magasan Hollauer, Tóth Ilkó, Milkó felé, Milkótól elpattan, Moisert visszahúzzák. Lesz lap, úgy néz ki. Igen, Milkó fogja kapni, ha minden igaz. Igen. Milkó Dániel a 29. percben besárgul. Teljesen jogos volt, szabálytalankodott, és támadást akadályozott meg, úgyhogy vita nincs ebből. Bogáti áll a labda mögött. Lecsési baloldali támadás, aztán megszerezdik Dolhai vissza, Richter a vonal mellett, Kozioroszkit taszítják, igen. Gödöllői szabadrugás. Dolhai előre tette, de pontatlanul, Rása. Bogáti, aztán most már kiugrik Moiser, Hollaure ugratta, aki középre teszi, ismét Patkó be tud fordulni vele, megtolja, még mindig nála a labda, átemeli a hosszú oldalra, és egy oldalhálóba fejelt, ha jól látom, Moiser volt. De szépen megoldották, szép gól lett volna, be kell ismerni. A végtelenség kijátszották, de végül is Moiser felese elkerülte a Gödöllői kaput, úgyhogy ezt megúszta a Gödöllő. Milkó most már vonne, Kozioroszki felé, aztán most fújja vissza. Igen, gyakorlatilag Kónya Zsolt. Számon kérdik a játékvezetőn, hogy miért nem kapott Kónya sárga lapot. Szabálytalanul akadályozta Kozioroszkit, de nem kapott, tehát megúszta. Nagy Barnabás hosszan előre. Reznek, szerintem Nádasi húzta egy kicsit vissza, de hát ez se vette észre, vagy nem akarta észrevenni a játékvezető. Komora teszi ki csapattársához. Sándor most éppen a labdával, és nem sürgős már annyira a Vecsésnek, végül is a vezetőgól megvan. A Gödöllőnek igazából nagy helyzete nem volt. Úgyhogy viszonylag kényelmesen játszhat a pirosmezes csapat. Tóth Ilkó szűrte ezt a támadási kísérletet meg. Most Dolhaitól Hollaure elveszi, és teszi ki Bogátinak a bal oldalra, Bogáti bent tartja a labdát, most emeli kapu elé. Nagy Barnabás megcsúsztatta, így vonnákhoz került, ez elérhetetlen, a szándék jó volt, a kivitelezés azonban abszolút nem. Tóth Tamás Nádasihoz.
Nádasi kiemeli, Moiser. Moiser most a bal oldalon, Hollauer középen, szépen lépett ki Tóth Ilko, aztán Milko, most már vonnák. Vonnák hozza, visszacsel, ott volt Hollauer. Nehéz helyzetbe hozta Hezdi Argyot, de megoldotta. Dolhai teszi le Richternek. Eddig jó, Richter megtoldja. Ketten vannak középen, de Kónya Zsolt, és Kónya Zsolt lábáról pattan szögletre a labda. Szögletben nagyon jól állunk, 4-1 arányban vezet a Gödöllő, de a gólok tekintetében azonban 1-0 a vecsés. Na nézzük ezt a szögletet. Dolhai lesz, aki elvégzi. A kapu előtt összes most érkezik Tóth Ilko 18-assal, legmagasabb Gödöllő játékos. Meglátjuk a szél. Kapu segítheti a Gödöllőt. Megy, komornál ki kellett tolni, hát az ötödik szöglet. Igen, ezt mondtam, hogy a szél megtréfálhatja a kapust, hiszen a vecsési kapu felé fúj most a szél. De lehet látni a szöglet zászlón. Ismét Dolhai. És ez már az ötödik gödöllői sarogrugás. Járunk a 33. perc végén. Megint ez most már túljön a túloldalra. Kozirovszki bent tudja tartani, nem tudta bent tartani, kirúgás lett. Ez túl hosszú volt. Igazából nem alakulhatott ki belőle gólszerzési esély a Gödöllő előtt. Na nézzük. 1-0, továbbra is, illetve 0-1, egészen pontosan a hazaiak szemszögéből nézve. A gólt Patkó György szerezte még a 27. percben. Kozirovszki labdát szerez, harcias Milko Dolhaihoz, Reznek fut ki a jobb oldalra, meg is kapja. Most Reznek visszateszi Dolhainak, Dolhaitól elpattan, de megtartja, most viszont már nem a gödöllői a labda. Moiser volt az, aki megszerezte és visszapasztotta, közben Tóth Ilko Áron keze beleért, a játékvezető észrevette, le is fújta, de viszont nincs következménye, bár a vecsésiek szeretnének sárga lapot kikövetelni Tóth Ilkónak, de ezt a Tóth Szabolcs játékvezető nem teszi meg. Bogáti hosszan Hollauer felé, de ez túl hosszú, Nagy Barnabás jobb helyzetben, Moiserhez fejeli viszont, Reznek próbálkozik, és Reznek megmozdulását szabálytalannak ítéli Tóth Szabolcs. Szabadrúgással következhet a vecsés. Bogáti a labda mögött nagy valószínűséggel a kapu elé fogja ívelni. Azzal viszont számolnia kell, hogy szembeszél van, tehát le is lassul a labda. Nem ítéli, hozzáért ugyan valószínű, de nem ítélte szándékosnak és szabálytalannak Tóth Szabolcs, viszont Kozirovszki megidomodik a jobb szélen, és most szabadrugást fog kapni, és talán egy sárgalap, ha jól látom, Nádasi. Nádasi volt ott, aki még mindig nem sárga, de megbeszélik. Igen, Nádasi kapsárgát, nem kapsárgát, megbeszélik a játékvezetővel, utolsó figyelmeztetés lesz nagy valószínűséggel, mondjuk nem ért senki itt körülöttünk a lelátón, hogy ez miért, mert ennél kisebb szabálytalanságért is kapott már sárgát, mondjuk Milko nem is olyan régen. Tehát szabadrugás, Reznek a labda mögött. A szél segíti a Gödöllőt, ezzel lehet kalkulálni. Kérdés. Élesen középre ki tudják fejelni, és még felváltotta a szabadrugást egy szöglet, tehát a hatodik gödöllői szöglet következik. Jó, láttam, ezt most Milko végzi el. Mudrok keresztbe fut. Kozirovszki, és bepattan! Megmondom őszintén, hogy Komorát megtréfálta a labda, élesen jött a rövid sarok felé a szöglet, beleütött, és ott még hozzáérhetett Kozirovszki,
segítsük a támadó futballt, és adjuk tulajdonképpen a 37. percben Kozirovszkinak a gólt. Úgyhogy, ha szerencsés gól volt a Vecsésnek, akkor ez is annak mondható. Itt a szél is közrejátszhatott, hogy Komora elnézte a labdát, és ugye úgy ütött bele, hogy onnan gyakorlatilag Kozirovszkinak nem volt nehéz dolga belepöccintenie és beterelni a játékszert a Vecsési kapuba, tehát a 37. percben egyenlít a Gödöllő 1-1. Mondhatnánk azt is, hogy új mérkőzés kezdődik. Itt még az első félidő hátralévő 8 percében. És majd a második félidőben, jelen pillanatban oda rendeli, úgy látom Rezneket, a játékvezető, megbeszélik. Közben a kispadot is nyugtatni kell már, mint a Vecsésit, és egy vecsési játékos a földön fekszik. Véletőleg nincs komolyabb probléma. Ha minden igaz, Nádasi? De nem biztos, mert nem látom a messzámát, de nagyon valószínű, hiszen a védelemből a többiek mind állnak egyedül. A 14-es Nádasit nem látom. Tehát valószínű, hogy ő ütközött szerencsétlenül, ha minden igaz, Reznekkel. Közben lassan lepereg a 38. perc is. Nádasi így van, most már tisztán látszik, most talán fölül, és remélhetőleg tudja folytatni a játékot. Az időjárás továbbra is hagy kívánni valót maga után. Szél és eső kombinációja cseppen sem kellemes. A baloldalon kívül folytatják az ápolását Nádasinak, most meg Hollauer van a baloldalon. Szabadrugás után Hollauer Richter mellett elmegy, hosszan teszi át, itt Mudrok Mendelé kell, hogy legyen, és kiengedi rutinosan, hiszen akar a Gödöllő jöhet bedobással. Mert utoljára Hollauer lábát érintette a labda. Na nézzük, jöhet a Gödöllő, vonnák kezében, meg hosszan, Kozirovszki felé. De Tóth Péter résen volt, és lefülelte a labdát, úgyhogy visszakerült a Vecséshez. Kónya Zsolt. Sándor. De igaz, Bogáti. Most jön vissza, Nádasi. Hiszen vissza is engedte a játékvezető. Nincs túl jól, a fejét fogja, meglátjuk, egyelőre nála van a labda éppen, meglátjuk, hogy kell-e cserélni, vagy nem, egyelőre úgy néz ki, nem, nagyon, nagyon nem érzi jó magát, ahogy a mozdulataiból ki lehet venni. Vonnák fejeli középre, de ez a Vecsésé. Még hozzá Kónyáé, Kónyától Komorához. Komora, aki ugye valamelyest benne volt a gólban, most más kérdés, hogy becsapta a szél, vagy nem. De nem volt labda biztos, mert mondjuk a Gödöllőiek nem bánják. Hevesi Milán kicsit lazán vette ezt, de ezt megúszta, szerencséje volt. Bogáti nem tudott, Patko nem tudott rácsapni. Dolhaival szemben szabálytalankodik. Ki más, mint Moiser, ha jól látom. Nem, bocsánat, a hatos, a csapatkapitány Tóth Tamás volt az, elnézést Moisertől. Reznek tovább Richternek, de ezt is elengedi. Többen kérik számon a játékvezető ténykedését. Richter, és most megadja. Most Tóth Szabolcs úgy dönt, hogy ezt már nem engedi tovább. Szabadrugással jöhet a Gödöllő, 41. perc, annak is a második fele. 1-1. A Vecsés szerezte meg a vezetést még a 27. percben, és 10 percek később egyenlített a Gödöllő a Vecsésie gólját Patko, a Gödöllőjekét Kozirovszki jegyzi. Na nézzük. Dolhai. Tóth Ilkóval szemben történt a szabad szabálytalanság, azt nem tudom, mindenesetre a játékvezető állt, nézett, és nem ítélt semmit, illetve azt, hogy jöhet a Vecsés, tehát ő nem látta ezt szabálytalannak.
Sándor Nor, kint a sarokban Sándor Norbert, most Tóth Tamás megy felé, de forog inkább Komorát, a kapust választja, letámad a Gödöllőt, Nádasi megpróbál lefordulni, de gyönyörű szépen elveszi Mudrok, és mi lett belőle? Kirúgás, de harciasan letámadta a vecsési labdakihozatot a gödöllői csapat. Más kérdés, hogy ennek sok eredménye nem lett, a vecsésiek jöhetnek kirúgással. De egy kicsit változott a játékképe, amióta a Gödöllő egyenlített, talán többet támad a hazai csapat. Ettől függetlenül minden egyes vecsési támadásban benne van a veszély, tehát nem dőlhet hátra Hevesit a más együttese, hiszen a vecsési csatárok azért már láttuk, hogy olyan szép helyzeteket tudnak kidolgozni. Nádasi bedobása, vissza hozzá, aztán ő hátra teszi Sándorhoz. Sándor Kónyához. Dévai kéri itt a jobb oldalon, de nem ő kapja. Visszament ott. Bogátihoz, Bogáti visszavett, megint Sándor. Kozirovszki próbál szágoldozni a vecsési védők között. Hát, ha elakad egyszer benne, vagy úgy pattan a labda, amiből megindulhat Komora kapuja felé, de egyre Tóth Ilkonnak kéne kihozni. Hátra teszi Nagy Barnabásnak, ő Hezgyörgyhöz. Hezgyörgy visszateszi. Ott van, veszélyesen letámadnak a vecsési csatárok. Nagy Barnabás megindul vele, Kozirovszki visszateszi, Richter nyújtja meg Reznek felé, Milko, Dolhai középre emeli Reznek, bele tud érni, óriási helyzet volt, ez egyébként a nagyobb helyzet volt talán, mint bármelyik vecsési próbálkozás, a gólokat leszámítva, Reznek labdája, szerintem egy 30-40 centinél többel nem került el a vecsési kaput. Óriási lehetőség volt, hogy megszerezze a vezetést a gödöllői csapat. A 44. perc vége. Sok hosszabbítás nem várható. Annyi van, közben, hogy talán az eső elállt, a szél azonban továbbra is fúj, és a felhők persze itt vannak, tehát bármikor újra eshet. Bedobás a Gödöllő javára, Milko megy érte, most veszi kézbe. Richter elfutott mellette, de nem kapta. Na nézzük. Közben az utolsó percbe járunk az első fél időben. Tovább fejelte Tóth a labdát. Kifele szabadrúgás. Szabálytalan volt. Úgy látszik Reznek megmozdulása, ha jól látom, ő volt szabálytalannak ítélte Tóth Szabolcs, tehát következhet egy vecsési kirúgás. A rendes játékidőből egy 20 másodperc van hátra, nem tudom mennyit tesz rá Tóth Szabolcs. Rövid ápolás volt talán, cserék nem voltak, tehát egy percnél szerintem nem indokolt több. Elcsúszik Komor, amikor kirúgja, gödöllői bedobás lesz belőle. Gödöllői bedobás volt, Mudrok dobta oda, Kozirovszki. Ott van a jobb oldalon, sarokkal tette kicsit talán flagmán ebben a helyzetben, nem is lett belőle semmi. Viszont a leshatáról lép ki, visszafújja a szél, Moiser, maga elé teszi fejjel, Nagy Barnabás jön, lenézett. És amikor a támadás gyakorlatilag, hát nem tudom, mi lett volna a végkifejlet, de ezt nem várta meg Tóth Szabolcs, hanem háromat belefújt a sípjába, így az első félidő véget ért itt a Szűcs Lajos Sportcentrumban Gödöllőn. Félidőben Gödöllői Sportklub, Vecsési Futballklub 1-1. Egy negyed óra múlva folytatódik közvetítésünk. Ne menjenek messzire! Ismét nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Gödöllőről, a Szűcs Lajos Sportcentrumból. Elkezdődött a Gödöllői Sportklub vecsési futballklub. Pest megye első osztályú labdarúgó mérkőzés második fél ideje. Az első fél időben mind a két csapat egyszer volt eredményes.
a meccsés szerzett előbb gort a 27. percben, Patkó révén, Gödöllő pedig a 37. percben egyenített, de most Mudok óriási lehetőség előtt, és kis hián öngól lesz belőle, de viszont szöglet mindenképpen, úgyhogy most már azt hiszem, ha jól számolom, a 7. gödöllői szöglet, az első a második félidőben. Na nézzük, az időjárás továbbra sem ideális, mondhatni teljesen rossz, Kamara nem tudja megfogni a labdát, Dolhai tovább teszi, ismét kapu elé kerül a cél, viszont vissza, app, és most nagy nehezen Milkónak a kapu elé tekert labdáját nagy nehezen meg tudta fogni. Komora kapus, Bogáti és Richter, és a vége mi lesz? Hezgyörd nagyon-nagyon-nagyon nem, ebből szöglet lesz, nincs mese, ha jól látom. Így van, most már Tóth Szabolcs játékvezető is egyetért ezzel, és hiába a reklamál Nagy Barnabás, szögletet fog elvégezni a vecsési csapat. Na nézzük, a kapu előtt nagy tömörülés van. Ezt be tudott térni, a túloldalon Dévai kiengedi, dobhat a vecsés. Dévai próbálkozik kapura fordulni, nem sikerül neki. Ez most Hollauer, kiteszi jobb oldalra, ott Rása, Rása előtt tisztáznak. Méghozzá úgy láttam, hogy Milko volt. Gödöllői kirúgás következik, a labda elhagyta a játékteret, hiába reklamálnak. A vecsésiek, ez György hosszan, Richter fut felé, Richter el tudja fejelni, de nem pontos, így hát Sándor kivágta. Vonnák keresztbe, Kozioroszki felé, nem találta meg, Dolhai próbálja megszerezni a labdát, aztán Milko, most Tóth Ilkónál hátra Hevesihez, Hevesi Tóth Ilkóhoz, és aztán újra Hevesi. Nagy Barnabás. Nagy Barnabás hátra. Úgy ítéli meg, az biztonságos. Letámad most a vecsés. Ott Moiser próbálkozik labdát szerezni. Nagy Barnabás, Dolhai. Dolhait Tóth Tamás támadja, de Dolhai megőrizte a labdát. Milko. És középen indul. Visszahúzza. Így van, pontosan, hogy a nézőtén is elhangzott a szél. Most éppen a vecsést segíti, tehát a gödöllőiek előre jövett labdája. Bizony figyelni kell erre, hogy nem megy olyan messzire, mint gondolná, aki belerúgott a játékszerbe. No, gödöllői szabadrugás következik. A szokásos kettős mudrok. És Dolhai. A kapu előtt Nagy Barnabás van bent, Tóth Ilkó is, ő a legmagasabb gödöllői, Dolhai, kapu elé, Kozioszkinak ez magas volt, Tóth Ilkó viszont nem érhette el, mert mögé jött a labda, ehhez képest elindult Bogáti, és hát Richter, ez ebből ugye nem is vitás, hogy a sárga lap, Richter, Tamás kapja a 49. percben. Úgy néz ki, hogy Bogátinak nincs különösebb baj, de befájlalja a bal lábát, megnézi. Bogáti végzi el a sértett, középre kerül a labda, Vonnekról
kipottan. Újra Dévai. Dévai, ha jól látom. Egy ilyen szabálytalanság, ezt is gödöllőiek követték el. Nevezetesen azt hiszem Tóth Ilkó, de úgy látom, hogy ő nem tudom, hogy mégse ússza meg. Egyelőre oda rendeli Tóth Szabolcs játékvezető Tóth Ilkót, és megbeszéli vele, de megúszta. Nem lett újabb sárga lap, tehát továbbra is gödöllői részről Milkónak van sárgája, és az imént Richter Tamás kapott figyelmeztetést. Viszont következhet egy vecsési szabadrugás. Ötvenegyedik percbe léptünk át. Kapu elé nagyon nagyot védett Hesse, ebből szöglet lesz. Ugye a szél, megint a szél. Most tulajdonképpen a vecsésieket segíti, tehát az ő lövésük gyakorlatilag hamarabb jut célhoz. És ez ilyen szempontból, ha kapu elé megy, vagy kapura megy, veszélyes lehet. Ezzel is próbálkozhatnak most a vecsésiek ezt kihasználni, a természeti erőt. Na nézzük. Vecsési szöglet, kapu. Moiser lőtte a vecsésiek gólját. Én azt figyeltem közben, hogy nem volt ott valaki szabálytalan. A gödöllői védelem az teljesen maga alá került. Moiser viszont lecsapott a játékszerre, és végül is nem volt nehéz dolga közelről bepohoznia. Tehát az 52. percben megszerzi ismét a vezetést a vecsési csapat. A játékvezető most ugye megbeszéli hátul Hevesi Milánékkal, hogy mi történt, hogy történt. Ők is érezhettek valamit, hogy ott nem biztos, hogy minden tiszta volt. Ettől függetlenül a gól érvényes. Moiser találatával tehát vezet a vecsés 2-1-re. Úgyhogy kezdheti a gödöllő ismét a felzárkózást, ismét küzdhet az egyenlítésért, a pontmentésért. Hát majd meglátjuk, Reznek próbálkozik. Ismét ő, mindig nála van a labda, nem bántják. Tóth Tamás van vele, és Tóth Tamás tisztáz, bedobás a gödöllő javára. Kár volt ezért a gól, én megmondom őszintén, teljes gödöllői védelem valami miatt blokkolt, és Moiser elég tisztán vehette át a labdát, és terelhette azt a gödöllői kapuba. Vecsési kezdeményezés lehetősége. Dévai. Az első vecsési gól szerzője Patkó, elől tisztáztak, dobhat a vecsés. Tóth Ilkó, ismét egy bedobás. Lépeget előre a vecsés, egyre közelebb kerül a gödöllői kapuhoz, az oldalvonal mentén, bedobásokkal. Patkó, Patkó visszapasszolja. Hollauer. Rödöllői bedobással folytatódhat a játék, és szervezheti a támadását a fehérmezes csapat. Nagy Barnabás, Richter. Milkó. Milkó. Mudrok veszi át. Mudrok már 16-os tájéken jár, ott már egyre veszélyesebb lesz, kipasszolja vissza Milkónak, Milkó ballal megpróbálja beemelni, tisztáznak, Richter lecsap rá, Mudrok le sem volt. Sajnos, ha nem avatkozik, hagyja Richter tovább menni, akkor valószínűleg jobban járt volna a gödöllő, így azonban a vesellás miatt szabadrugással jöhet a vecsés. Időjárásra sajnos továbbra is csak panaszkodni lehet, a szél fúj, néha viharosan, az eső esik, úgyhogy nagyon kellemetlen időben kell játszani a csapatoknak.
De hát ez van. Kobar a szabadrugása után megcsúsztatja Tóth. De a gödöllői kapushoz György jött labdával. Indítása nem volt pontos, Vonnák nem tudta lekezelni, úgyhogy a színvonal ugye nem emelkedett ezzel a megmozdulással, Vecsés viszont bedobhatja a játékszert. Meg is teszik ezt. Patkó tisztelően. A gödöllőjek Hevesi Tóthoz tulajdonképpen. Rása jobb oldalon, elég sokan vannak néhány négyzetméteren. No, ennek mi lesz a vége? Ez egyelőre a gödöllői úgy tűnik. Gödöllő kapja a labdát, a kérdés az, hogy szabadrugás vagy bedobás lesz belőle. Szabadrugás lett belőle. Hevesi. Nagy Barnabás. Richter. Az épre Kozioroszki. Megtartja. Hátulról érkezett. Sándor és a becsúszása sárga lapot ért, úgyhogy besárgult egy Sándor Norbert is, méghozzá az 56. percben. Mudrok a labda mögött egyeztet a játékvezetővel, a játékvezető még elkönyveli a sárga lapot Sándor Norbertnek, jöhet a gödöllő. Tilko. Hát ez nem volt jó megoldás, ezt el kell ismerni. Nincs mit tenni, támad a Vecsés, Hollauer középre, Moiser kiteszi jobb oldalra, de Patkornak hosszú ez a labda. Kirúgás. Hevesi. Vonnák. Vissza Hevesinek. Hevesi kiemeli, de hát egy kicsit céltalanul, bár lecsap rá. Kozioroszki. Dolhajóz. Most Milko. Vonnák a bal oldalon. És Dévai keresztezett. Bedobás a gödöllőnek. Ötvenhetedik perc vége. 2-1-re vezet a Vecsés, viszont a gödöllő nem tudja kihozni a labdát. Moiser felé jött, de hosszú volt neki, úgyhogy gödöllői bedobás. Vecsésiek szépen, Hollauer és Moiser is, most már jön előre, ha jól látom, Patkó is. Megpróbálnak letámadni, de tudja kihozni egy könnyen a labdát a gödöllő. Richter bedobása után a labda. A labda a Vecsésé. Hamar volt itt 8-assal. Igen, ő fogja bedobni a labdát. Tóth Tamást választotta. Sándor nemrég kapott sárga lapot. Sándor hátra teszi. Kobora. Kobora kivár. Bal oldalt választja, Mudrok beleért fejjel, de Richter le tudja venni, viszont Hollauer megszerzi testet. Azt mondja a játékvezető, hogy nem volt kéz a testéhez ért Hollauernek a labda. Nem fújta le. Dévai be, középre, magabiztos szerelés, és szöglet lett. Patkó megmozdulása nagyon veszélyes volt. Tisztára játszotta magát ismét. Testi fölényét, vagy fizikai fölényét kihasználva kapura fordul, de beleért egy védő, így elkerülte a gödöllői kaput. Bogáti jöhet szöglettel. Mindig veszélyes, mert így a szél most ilyen pillanatban a Vecséséket segíti. Kapu elé, de röviden meg tudja csúsztatni, és fölé ment. Patkó volt, gyönyörűen megcsúsztatta, de fölé fejelte a labdát. Ezekre nagyon vigyázni kell. Nagyon nincs könnyű helyzetben most a gödöllő a második félidőben.
a szél miatt sem. Rása rámászik Milkóra. Hátrébb kell elvégezni a szabadrugást. Moiser reklamál Tóth Szabolcsnál. Nem tudni pontosan miért. Nagy Barnabás pedig megpróbálja a Richtert kiugratni, vagy a szél visszafújja. Egyszerűen tisztán lehet látni, hogy egy előreívelt gödöllői labda, ha magasan megy előre, a szél visszanyomja. Ezzel nem lehet, ezt nem lehet belekalkulálni. Dolhai, ügyezni kell. Hollauer föllöki, először lefújta. Maroknyi néző, Tóth Szabolcson kéri számon. Miért nem a sárga lapot Hollauernek? No, mi lesz ebből? Igen, érkezik Hegyesi László, be kell jönnie. Egyelőre Dolhai térdel. Valószínű fájdalmai lehetnek, de most mindjárt kiderül, hogy milyen gyógyírra érkezett a masszőr. Na nézzük, egyelőre az ápolás zajlik. Dolhai most föláll. Fejét, szemét fogja. Egyelőre nem jeleztek semmit a kispad felé, hogy kell lecserélni vagy nem, de lesétálnak Hegyesivel, Hegyesi masszörrel, de Hegyesi László most jelzi, kénytelen cserélni a gödöllő, úgyhogy Dolhai nem tudja folytatni. Megsérült Hollauer megmozdolása után, amit viszont a játékvezető nem büntetett meg, ezt azért jegyezzük meg, mert sérülést okozott Hollauer a megmozdulásával. Nem feltételezzük, hogy szándékos volt, ettől függetlenül még csak nem is figyelmeztette őt Tóth Szabolcs. Érdekes felfogásban vezet néha a játékvezető a mérkőzést, főleg a szabálytalanságok megítélésül. Talán nem minden esetben alkalmaz egyenlő mércét, de hagyjuk is ezt, nem ezen múlik a mérkőzés végeredménye. Tóth Ilkó indításába belenyúlt Mudrok. Aztán nem sok mindent tud kezdeni vele, Hollauer megint. Csere lesz ebben a pillanatban, tehát tulajdonképpen ugye Dolhai helyett érkezik. A cserejátékos. És hamar kezében a labda, bedobással következik majd a vecsés. Közben megtörtént ugye a csere. Ha jól látom, akkor Maródi érkezett. Így van, Maródi érkezett Dolhai helyére. Viszont támad Hollauer révén a vecsés. Len vannak a szöglezászlónál. Bogáti emeli, de ez teljesen céltévesztett ez a beadás, hogy beadásszerű lövés, úgyhogy Hezgyőrgy jöhet. Időközben a 64. percben lépünk lassan át. 2-1-re vezet a vecsés. Nagy Barnabás. Hosszan. Most éppen nem fúj a szél. Hamar. Kozirovszki megpróbálta megelőzni hamar. Rosszul találta el Sándor a labdát. Visszaért. Visszaért Tóth Tamás, kiemelte, céltalan ugyan, de ez a vecsésnek most ebben a pillanatban tökéletes, hiszen vezetnek. Gólszerzés kényszer inkább a gödöllőn van, Tóth Ilkó hátul rálépett, aztán visszafordult vele, átteszi Nagy Barnabásnak, Nagy Barnabás maga elé, visszafordul, Hevesi. Hello.
ott egy szabálytalanság volt, az biztos, és aztán most ez sem fújta le. Moiser hosszan emeli, és be. És hát ez mindenki arra várt, hogy a játékvezető szerintem szabadrugást fog ítélni. A labda Moiserhez került, és Moiser körülbelül egy olyan 50-52 méterről látta, hogy Hess kinnál a kapuból, és átemelte felette a 65. percben. Tehát 3-1 arányban vezet most már ezzel a kivételes góllal, nem mindennapi góllal. A Vecsés a Gödöllő ellen. Nem akarom elkiabálni, de lehet, hogy ezzel is dőlt a három bajnoki pont sorsa. Most Hess kiment a játékvezetőhöz, és valamit megbeszélnek. De nem úgy néz ki, mintha egyességgel lennének. Hess György egyébként nem tudom, mit reklamál, vagy ő kínált, és kap egy sárgalapot. Addig-addig beszélt a gödöllői kapus, besárgult. Valószínű azt reklamált, hogy le kellett volna fújni, és aztán ebből sajnos én nekem az a véleményemben piros lap lesz. Nem hagyta abba Hess, tovább beszélt, még egy sárga, és második sárga után Hess György a 66. percben el kell, hogy hagyja a játékteret egy önérzetes játékvezetői ítélet után. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció, nyilvánvaló, a játékvezetőnek van idézőjelben igaza, Hess György el kell, hogy hagyja a játékteret, a cserekapusnak kell beállni, de valakinek ezért le kell menni, úgyhogy ember hátrányban folytatja a hátralévő bő 20 percben a Gödöllő. No, ki áll a kapuba? Ez itt a kérdés. Ezen kell törnie a fejét Hevesi Tamásnak, hogy kit küld a kapuba. Erre azért nem számítottunk, erre a közjátékra. Úgyhogy Gödöllő ember hátrányba került. Nagyon legyen boldog ezzel a hülye bíróval. Legyen boldog, jó? Legyen nagyon boldog. No, ki fog beöltözni? Ez egy váratlan közjáték volt. Minden esetre gödöllőiek elég társadalom átcsorognak, ők sem értik igazán, mi történt. Gólt kaptak, ez egyértelmű, a játékvezető érvényesnek minősítette, ettől függetlenül, hogy ehhez György azért reklamált, mert ő játék megszakításra vált, kisétált a kapujából, ezt használta ki Moiser, és emelte át felette a labdát, aztán nem hagyta abba a reklamálást, egy sárga után megkapta a másodikat, és aztán kénytelen volt elhagyni a játékteret. Arra várunk, hogy a Gödöllő kapuját valaki elfoglalja, egyelőre a kispadon. Hát ebből hosszabbítás lesz. És már 68. percben vagyunk, de körülbelül 2 perce biztos, de inkább 3 áll a játék. És akkor talán most megtörténhet a... kényszerű kapuscsere. Farkas Márk lesz, aki beáll. Azzal nincs gond, és még azt nem tudom, hogy ki fogja elhagyni a játékteret, hiszen az ember hátrányt így kell majd helyreállítani, a gödöllői ember hátrányt. Igen, hát az időjárás miatt mozogni kell a játékosoknak, hiszen egyáltalán nincs meleg. Mondhatni inkább, hogy hideg van, és inkább azért van hideg elsősorban, mert fúj a szél, ráadásul esik az eső, még ha nem is sűrűn, de alattomos módon ilyen áztató eső van itt a Szűcs Lajos Sportcentrum főes pályáján. Na, most már felkerül a mez is. Lassan elkészül a cserekapus.
Áll a játék, nem történik semmi. A játékos csak egymással beszélgetnek. Néha egy-egy gödöllő oda sétál a játékvezetőhöz. Gondolom megkérdezi, hogy miért így döntött, miért nem fúj szabadrugást. Az egészet elkerülhette volna, mondjuk a gödöllő is, ha nem reklamálhetsz. Nem tudta volna megváltoztatni úgyse az ítéletet. Így hát nincs mit tenni, mindig arra kell várni, hogy elfoglalja a farkas helyét a kapuban, és az kell majd, hogy ki lesz az, aki tulajdonképpen elhagyja majd a játékteret, ha a kapus beáll. Most már 70. perc végén vagyunk. Egyelőre előbb ígéretesebb volt, hogy Farkas beáll, még mindig öltözik. Hát ez most már kezd komikus lenni. Ennyi időbe telik egy cserekapusnak beállnia, vagy esetleg némi tudatosság is van abban, hogy nem kapodják el a gödöllőiek ezt a kvázi cserét. Na, most fog pályára lépni, ha minden igaz. Farkas Márk. És akkor ki lesz az, aki? Farkas még mindig nem lépett hivatalosan pályára, talán majd most. Milko. Milko lesz, aki lejön. Tehát Milko nem folytatja a játékot. Így lesz emberelőnyben gyakorlatilag a vecsés, és így lesz 10 ember a pályán a gödöllő, és akkor elkezdődhet egy 6-7 perces játék megszakítás után folytatódhat a mérkőzést gödöllői középkezdéssel. A játékvezetőnek mindig valaki ilyen problémája van, most Moiser beszélgetett, aztán csere, és akkor most cserélni fog, úgy látom, cserélni fog a vecsés is. Eddig nem volt idő, Moiser fog lemenni, 2 gólt szerzett. Tehát tulajdonképpen ő megtette a magáét, más kérdés, hogy a második gólja, az még valószínűleg egy ideig beszédtéma lesz. Ettől függetlenül a megmozdulás az szép volt. No, hát csak elkezdjük a folytatást, és már 73. percre fogunk átlépni. Most Kazirovszki kiteszi Richter felé, Richter itt a jobb oldalon. Aztán Mudrok egyszer, Hollauer van vele szemben, és harmad, aztán Hollauer elhozza Bogátihoz. Közben most Mudrok menten a földön marad. Nem lesz már folyamatos játék, nagyon úgy néz ki, vagy nagyon kéne pedig. Időjárás sem kedvez ennek, a sok szabálytalanság sem. És hát ezek a közjátékok, mint ez a kiállítás is volt, ez mind-mind mondjuk a vecsésnek jó, hiszen ők vezetnek 3-1 arányban. A Bogáti keresztbe, Rása felé, Rása elengedi. Sándor. Most éppen Tóth Tamásnál. Tóth Tamás hátul szervezik, nem sietnek, telik az idő. Sándor hamar keresztbe indul vele. Tóth Tamás hazapasszolja Komorának. Komora hosszan előre. Patkó elindul felé, de hát a csúszós füvön, vizes füvön a labda megcsúszik. Felgyorsul és elhagyja az alapvonalon túl a játékteretet. Farkas Márk. Aztán Hevesinek passzolta, Hevesi ki hozza, Maródi elveszti, Hollauer elcsavarja, és Hollauer találatával gyakorlatilag nagyon szép megmozdulás volt, jobb lábára vette, és aztán a gödöllői kapu bal oldalába tekerte, a labda megkerülte Farkas Márk kezét, úgyhogy Hollauer góljával a 75. percben már 4-1 arányban vezet a vecsés,
itt Gödöllőn, a Szűzsztörő Sportcentrumban. Hát, ahogy elnézem a gödöllői arcokat, gödöllői játékosokat, itt most már azt kell elérni, hogy ne legyen katasztrofális mértékű ez a vereség, hiszen gödöllőiek valószínűleg a hitüket is elveszítették, főleg ezzel a negyedik góllal. Újra a vesésnél a labda. Megpróbál kiugatni. Hamar Bogátinak. Bogáti még nem teszi le, aztán kiteszi a jobb oldalra. Na, most közös erővel végül is sikerült heveségeknek tisztázni. Egy indítás, Kozirovszkit próbálja megtartani a labdát. Tóth Tamással a nyakában, aztán Rásához kerül. Bogáti elpattan, de utána nyúl. Patkó megint a testi fölényét, a fizikai fölényét próbálja kihasználni. Labdát sikerül megtartani. Bogát érkezik szemből, a bal lábán a labda, és szabadrugál. És Richter reklamál, hogy nem nyúlt hozzá, nem tudom. Nem volt tiszta a szerelés, az biztos. Tehát ez egy megadható szabadrugás volt, úgyhogy szabadrugással következik a vecsés. Tartunk a 76. percbe, de legalább egy 5 perc hosszabbításra mindenképp számíthatunk, hiszen Hess György kiállítása miatt legalább ennyi ideig állt a játék, nem is olyan rég. Patkó van a labda mögött, meg Bogáti. Na nézzük, hogy mit hoznak ki ebből a vecsésiek. Négy tagú a gödöllői sorfal, Farkas már állítja, nem tudom, Richter oda megy a szélére, igen, akkor most már öten vannak. Melyik megoldást választják? Végül is Bogáti a rövid sarok felé, de Farkas már a helyén volt, úgyhogy ártalmatlanította ezt a szabadrugást. Támadhat a gödöllő, ha megtartják a labdát. Mudrok megtartotta, de hátra került. Most Maródinál van éppen. Maródi megnyújtja. Lelassul a levegőben. Reznek. A bal oldalon próbálkozik. Tóth. És jön keresztbe Dévai, aki tisztáz. Kirúgja az Erzsébet parkba a labdát. Bedobás a gödöllőnek. És ezt megadta. És egy sárga lap is jár, ezért a buktatásért. Reznek próbálkozott betörni a 16-osra, ez sikerült is neki, megtréfálta a vesési védőt, aki gyakorlatilag szabályosan nem tudta megállítani. A játékvezető azonnal, habozás nélkül büntetőt ítélt, úgyhogy a 78. percben gyakorlatilag gólszerzési esélye van a gödöllőnek, és hát Kozirovszki, aki mégis a eddigi egyetlen gödöllői gólt szerezte még az első fél időben, ő teheti le a 11-es pontra a labdát. Ez már a 79. lesz, mire értékesíti, vagy, és ebben ne is számoljunk ezzel az opcióval, bízzunk benne. Na nézzük, 79. perc, Kozirovszki, igen, bal alsó sarokba, maga biztosan, komora mellett, szép itt a gödöllő. Megvan a 22. találat a Kozirovszkinak, és 4-2-re vezet a vesés ugyan, de a gödöllő, 10 emberre játsz a gödöllő, gólt szerzett. No, egy negyed óra lehet még körülbelül hátra, a hosszabbítás is beleszámítva. Nézzük, meglátjuk. Kori, menjétek el sörözni a meccs után a vecséssel, jó? Olyan szépen beszélgetek. Bejött Tárkányi Gergő, a vecsésiek házigól királya, most már ő is a pályán van, Tóthnál a labda. Olyan jó el vagytok a vecséssel, menjétek el sörözni. Szépen Bogátiék itt hátul, Sándor Norbi hosszan, Tárkányi felé, de Farkas Márk kedvezőbb helyzetben van, övé a labda. No, még lehet egy
Huszáros hajrá a gödöllői részről. Nagy Barnabás, Richter, Eccsel. Tárkányi próbálkozott labdát szerezni, aztán végül is csak patkahoz került. Bogáti ellövi, beleblokkolt Hevesi, és kéz volt a Mecsesi támadónál, tehát szabadrugással következhet a gödöllő. Nyolcvanadik perc vége. A szél nem hagyott talán, az eső sem, de most már nincs olyan sok hátra. Újabb csere. Gödöllői részről. Ez az utolsó 10 percre Hevesi Tamás pályára küldte Munkácsi Milánt. Sándor fejelte el Rás a sarokkal, aztán Maródi vissza Tóth. Tóth Ilko határozottan. Rása patkó felé, patkótól most beállt Munkácsi elpöccinti. Mudrok próbálnák kiugatni Maródit, oldája nem pontos, viszont gödöllője egy szabadrugással. Munkácsi fogja bedobni. Maródi a cipőjét igazítja. Ezért kell állni, most már kész van vele, a játékvezető engedélyt ad a bedobásra. Munkácsi pontatlan. Tárkányi passzolta rá Munkácsira, és most hamar dobhat. Mudrok el tudja vinni, nem tudja elvinni Kozirovszki sem, Bogáti szerencsétlenkedett egy kicsit. Ebből lehetett volna egy gödöllői támadás, de nem lehet, ehhez képest jön a vecsés, és ugye patkó felé, de Nagy Barnabás tisztáz, igaz, csak úgy tudott tisztázni, hogy szöglet lett belőle, tehát a vecsésnél marad a labda, és a 82. perc végén vecsési szögletet láthatunk. Tárkányi ott a kapus előtt, valószínű lesz a zavaró ember. Na nézzük. A szél továbbra is a vecsés csapatát segíti, ebben is kalkulálni lehet. Élesen jön kapu elé. Maródiról kipattantotta, bal kapufánál állt a gödöllői védő. Jó szolgálatot egy csapatának. Ezt tulajdonképpen megköszönhetjük. Veszélytelen volt a vesési próbálkozás, gödöllőiek kirúgással jöhetnek. Tóth Ilko Maróditól Tárkányi két gödöllőivel, Munkácsi végül is elveszi tőle a labdát, Tóth Ilkohoz kerül. Tóth Ilko Munkácsi az vissza, szépen háromszögelnek egyelőre a gödöllőjék, az más kérdés, hogy a saját kapujuk előtt teszik ezt. Kozioroszki itt meg két vecsési gyűrűjében Mudrok felé, Mudrok megpróbál lefordulni, Sándor azonban kedvező pozícióban van, és hazapasszolja Komora hosszan. Tárkányi lestő jött vissza, nem is avatkozott bele, most viszont itt a Farkas Márk, de a labda nem ment ki egyelőre, Tárkányi le tudja venni, Maródi viszont megszerzi kedvező pozícióban volt a gödöllői indítása, nem jó, Tóth Tamás lekapcsolta, középen Bogáti ballában, Bogáti ellövi, és hát ebből valószínű, hogy szöglet lesz, hiszen Farkas Márk hozzáérte ez a lövéshez, Bogáti ballábas lövéséhez, így gyakorlatilag ki tudta tornázni a gödöllői kapus. Vonnák lejön, ezt most már elkönyvelhetjük.
újabb csere Gödöllőnél. És ha jól látom, hogy Halmos érkezett, Halmos Richárd érkezett a helyére. Viszont egy újabb vecsési szöglet, egy újabb vecsési veszélyeztetés. Na nézzük. Kapu elé élesen, mindenki és kifele támadták a kapust. Úgy ítélte meg Tóth Szabolcs játékvezető, tehát ha bármi történt volna ezután, az már szabálytalan lett volna. Gyors szabadrugás, Farkas elvégezte, Maródi visszapasszol Nagy Barnabáshoz. Nagy Barnabás közép felé, Halmos elcsúszik, aki most állt be. Visszakerül a labda Tárkányi felé, Tárkányi Hevesi Milánnal fut versenyt. Hevesi van kedvező pozícióban, és Hevesi rutinosan megoldja. Tárkányiról megy ki a labda, bedobása Gödöllő javára. Belül vagyunk a rendes játékidő utolsó 5 percén. Az időjárás pocsék továbbra is. A meccsés 4-2-re vezet. Úgyhogy gödöllői szemszögből nézve sok jó nem mondható el sajnos a mérkőzésről. És nagyon sok érdekesség történt. De hát ezt majd elemzik mindkét oldalon. Gondolom, hamar tör be a labdával, viszont a másik 8-as Maródi lefüleli a paszt, és hát Tóth Vilkó megindulhat középen. Lelassít. Ez a labda, ez Kónya blokkolta, Kozirovszki kiléphetett volna, nem sikerült neki. Nem tudom, mennyire lehet látni a kamerán, hogy fújja a szél, az esőt keresztbe a pályán, a vecsési kapu felől, a gödöllői kapu felé. Úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen körülmények között játszanak. Igaz, hogy most már nincs sok hátra a csapatok. De majd meglátjuk, mennyit hosszabbít a játékvezető. Munkácsi engedi, Farkashoz kerül a labda, aki kényszerből kell, hogy beálljon, vagy kellett, hogy beálljon, hiszen Hesz Györgyöt 66. percben kiállították. Sándor kedvező pozícióban, Mudrok megtámadja Komarát, kis hián beleakadt a labda, de mégsem, és Mudrok lesz szabálytalan, igen, ez látszott, Sándor beállt elé, Mudrok fellökte, jöhet a vecsés. Tóth Tamás csapatkapitány tette keresztbe. Patkó és a kapus. Farkas elhúzza előle. Meg kell jegyezni, hogy Patkos sportszerű volt. Nem hagyta ott a lábát, nem ment a labdáin, látta, érezte, hogy Farkas kedvező pozícióban van. Ővé lehetett, és lett is a labda. Na nézzük, szervezi. Igaz, hogy nem megy el most már a vecsés. Az újabb támadás, Sándor passzol keresztbe. Kónya vissza. Komora kapushoz. Aztán Sándor Norbert. Ő megnyújtja. Patkó középre fejezi. Fejelte. Hevesi lefülelte. Tovább teszi. Tóth Ilkó megpróbálja kiugratni Mudrok Mendelt. Megszállíti a labdát. Egy csel befelé. Hamar nem ült fel ennek a cselnek. És hát Kozirovszki kezére pattant a kivágott labda. Így hát szabadrugás lesz a 89. percben a vecsés javára. Komora megnyújtja Tárkányi. Nem tudta megszalítani Halmos. Mudrok Mendel szépen vette maga elé, Tóth Tamás fut, ennek középre megy, simán lekapcsolták, hamar próbálkozik, nem fújja a játékvezető, Munkácsi, szépen fölpörögtek az események itt az utolsó perc, aztán Tárkányi jön előre a labdával, de három gödöllői van, végül Nagy Barnabás tudja a Hevesi Milánhoz tenni.
Hevesi. Tóth Ilkó. Tóth Ilkó Reznek felé. És aztán végül Komoro oldja meg. De Hevesi könnyedén szelidíti, még ebben az időjárási helyzetben is a labdát. Aztán Maródival szemben nem volt szabálytalanság. Így ítélte meg Tóth Szabolcs. Most Tóth Ilkó próbálkozik. Rása! Ezt már lefújja. Utolsó perc, annak is a második fele a rendes játékidőből. Úgyhogy... Engedi tovább a játékvezető a gödöllői támadást. Tóth Ilkó középre. Aztán szerintem lehet itt fogni, igen. Mudrok Mendel ezt meg is teszi, nem ment ki a labda. Hamar próbálja becsapni, középre emelte, de Sándor Norbert szépen kifejelte, és most ez Kónya futhat vele a jobb oldalon. Picit fellazult a gödöllői védelem, de becsületel áll helyt egyébként 10 emberrel is a gödöllői csapat, hiszen a 66. perctől kezdve Hess György kiállítása miatt ember hátrányban van a hazai gárda. A rendes játékidő letelt, játékvezető kezében vagyunk. Várható egy 5 perc. De hát most már tulajdonképpen Tóth Szabolcson múlik, hogy végül is eldőlt a 3 bajnoki pont sorsa. Az időjárási körülmények nem a legideálisabbak, hogy meddig hagyja ezt a játékot. Egyelőre középen próbál patkó kiugrani, de nem pontos a labda. Farkas előre vágta, de megúszták a gödöllőiek. Halmos most. Sajnos lesen volt Koziaroszki. Ezt a partjelző, a második számú partjelző, Vejl Levente jelezte. 5 percet látok, ha minden igaz. Most valamit mutat, igen. 5. Ez most éppen, ami fönn van a keze, nem jelent semmit, hiszen egy közvetett szabadrugást jelez, de ez előbb mutatott valamit. Úgyhogy most már tényleg nem tudni, hogy mennyi a hosszabbítás, mert egyszer 5 percet lehetett látni, aztán most mint lehetett volna még 2 előtte. Úgyhogy nem tudjuk. Figyeljük, követjük, végül is sok izgalom már valószínű nem lesz. A Vecsés ezt a mérkőzést is megnyeri. Zsinórban ez a 10. mérkőzés, amit megnyernek a pirosmezesek. Egy jobboldali támadás középre, Nagy Barnabás fölpörök, Halmos viszont kivágja. Igaz, hogy rá se jut csak a labda. Rá se könnyen, hamar felé. Hamar még bent tartja. Tárkány van ott, viszont Munkácsi közbelé, Vecsési bedobás. Tárkányi próbálkozik, Vecsésiek szerint Nagy Barnabás kézzel, viszont Koziroszkit elengedi a partja, ezért nem volt lesen, és nem tudja végigvinni. Hát igen, talán ha nem a 93. 94. percben lennénk, akkor ez másképp sikerült volna Koziroszkinak. És nem fúj, nem, még annyit sem. Tulajdonképpen 94 perc játék után lefújt a Tóth Szabolcs, aki nem lett a mérkőzés hőse, főleg nem a gödöllőieknél. De ezt hagyjuk, ezt a részét. Szakmai szempontból azt lehet mondani, hogy végül is nem érdemtelenül nyert a Vecsés Gödöllőn 4-2 arányban. Tulajdonképpen 1-0-ra vezetett a Vecsés, aztán a Koziroszki védőjével gödöllőiek tudtak egyenlíteni, ez volt a félidő, majd a második félidőben Moyser 2 góljával 3-1-re elhúzott a Vecsés, és aztán Hollóra is betalált, közben volt egy kiállítás, a gödöllői kapust Hess Györgyöt idő előtt a 66. percben a játékvezető az öltözőbe küldte 2 sárga lap után reklamálás miatt, de aztán végül is a gödöllőiek szépítettek egy büntetőből, Rezneket vágták fel a 16-oson belül, és Koziroszki magabiztosan értékesítette a büntetőt. Úgyhogy én megköszönöm mindenki figyelmét, kollégám Szabadi Attila operatőr nevében is, innen a gödöllői Szűcs Lajos Sportcentrumból. A végeredménnyel búcsúzom.
Gödöllői Sportló Vecsési SC 2-4. Köszönjük szépen a figyelmet, minden jót, viszont látásra, viszont hallásra.